Kedves nézőink, ebben a filmben a Kia Sportage típusát fogjuk bemutatni. Jöjjenek, autózunk egyet! A Kia ennél a típusánál ugye említést kell tennünk arról, hogy ez egyfajta szabadidős autó, tehát többnyire az emberek terepen, erdőbe, különböző romantikus helyeken használják ezt a kocsit, és az embernek, hogyha ilyenkor kedven szottyan egy kis kirándulásra, akkor ebbe az autóba még erre is van hely. Nézzék meg, hogy mekkora hatalmas belső tér van ebbe a Kiába, és most csak a hátsó ülésről beszélek, ebbe a pillanatba be fog szállni egy rakásgyerek rajta! Kedves hölgyeim és uraim, már megemlékeztünk a Kia hátsó csomagteréről, egy komplett családi pikniket is lehetne akár rendezni, de ide szintén fér egy rakás gyerek. Ebben a Kia típusban a 2000-es CRDI szívdobog, közös nyomócsöves, és nagyon megbízható. Nagyon könnyű kezelni az autót. Ez a kis traktorhang, amit hallanak, ez a Kia sajátja, illetve ennek a motorfajtának a saját hangja. Rendkívül megbízható. A Kia tulajdonképpen ennél az autónál az egyszerűségre törekedett, és annyit kell azért tudni ezekről az autókról, hogy jó néhány millióval, 3-3,5 millióval a terepjáró élmény ár alatt maradnak ezek az autók, és azt a fajta élményt, amit egy terepjáró tulajdonképpen országúton nyújt, a Kiának ezen típusa maximálisan hozza. Nagyképűen nekiíramodunk, és felhaladunk a legmeredekebb töltésfokon, de az autó ezt is bírja. Sőt, annyit mondhatnék erről a kocsiról, hogy még egy vasárnapi vezetőnek se okoz gondot. Olyan terepviszonyok között szépen lazán fel tudunk menni, mint mondjuk egy töltés meredek oldala, és az autó szinte meg sem mozdul, aztán ugyanezt lefelé is. Szegény operatőr itt közben mocorog. Igen, nagy sebességet diktálunk, de hát egy terepautó ezt az élményt nyújtja. Meredek töltésfal a következő falat, és az autó még itt is fel fog menni nagyon szépen. Hát ennyit tud ez a Kia Sportage. Majdnem beleizzadtam. Úristen! Igazából ez egy vidám filmnek indult. Szerettük volna megmutatni, hogy mennyire strapabíró ez az autó. Az ember ilyen önfelett autózás közben sajnos hajlamos arról megfeledkezni, hogy gombaszedők is kerülhetnek az útjába. Nem így terveztem. Annyira belemerültünk, olyan lendületesen dolgoztunk ezzel a kocsival, hogy nem vettük észre ezt a szerencsétlen embert. Hát nem tudom, így legalább ő viszont látja az autó alvázát, majd megkérdezem tőle. Jó napot kívánok, ne haragudjon, hogy neki ilyen csúfos véget ért. De lát valamit alul? Hallja? Hallja? Nem hallja. Ezeknél az autótípusoknál nem egy hagyományos, szokványos módja a tárcsafék bemutatásának az autó ezen póza. Most mégis eltérünk a hagyományoktól, és így látható az autó hátsó, fantasztikus hatásfokú tárcsaféke. És mint ahogy észreveszik, a kerék ugye a levegőben van, ugye nem csalás, nem állítás. Mutatom, mindjárt áthúzom a kezemet, csak a kezemet figyeljék, mert csalok. Ez azok számára nagyon jó és nagyon elérhető póz, akik úgy gondolják, hogy szabadba szeretnének kereket cserélni, de az emelőt otthon felejtették. Vagy egyszerűen lusták megemelni egy ilyen viszonylag tényleg nehéz karosszériát. Azok számára egy nagyon könnyű póz, ez nyilvánvalóan meg lehet ezt csinálni a másik oldalon, csak akkor a töltés azon felén kéne leszáguldanunk az autóval, és még könnyen lehet, hogy ez is előfordulhat. Most pedig megnézzük, hogy a Kia Sportage-be milyen szívdobog, milyen motor szolgálja ki a jobb lábat. A motor nyitása igen-igen egyszerű, itt alul van egy nagyon jól látható kapcsoló, ezt egyszerűen meg kell húzni, és már is nyitható. Egy egyszerű mozdulattal felnyitjuk a Kia Sportage motorterét, és már is látszik a 16 szelepes 2000-es CRDI dízelmotor. Ez szolgálja ki a jobb lábat, és remek teljesítményt nyújt a benne autózóknak, illetve magának ennek a viszonylag nagyméretű karosszériának.
A motortér látszólag nagyon egyszerű, minden szépen be van burkolva, mint ahogy azt a terepjáró típusoknál megszokhatták a tisztelt terepjáró tulajdonosok. Rendkívül egyszerű, rendkívül jól látható, és az összes szervíznyílás könnyen elérhető. Tehát például az ablakmosó, a terjeszkedő tartály, illetve a szervóolaj tartálya. Egy viszonylag nagyméretű akkumulátor helyezkedik el az autóban, szükséges ez azért, hogy ezt a 2000-es dízelmotort beröffentse és életet adjon ennek a remek autónak. Most pedig irány a Cancún sivatag homok tengere, ahol nagyképűen kapcsolunk egy másodikat, és igen nagy sebességet próbálunk diktálni az autónak, de még ezt is bírja, aztán túl nagy képű volt, vissza egyesbe, és az autó megindul, fölveszi az iramot, és magára talál a terepen. Elindulunk, és olyan óriási sebességet diktálunk most a kocsinak, és még emellett a sebesség mellett is, mint ahogy látják, egy kézzel kezelhető a kormány tökéletesen, az előbb kijárt nyomvájunk mellett tudunk haladni, és igen, mostanában a körülmények között lehet autózni az autóval. A szervó kormány nagyszerűségének köszönhetően a legmagacsabb terep viszonyok sem okoznak nekünk gondot. Most választunk egy szűz helyet, ahol még nem autóztunk eddig ezzel az autóval, de szerintem ez se jelent majd ennek a kocsinak gondot. És viszonylag, ahogy látják, nagy sebességgel hagyjuk magunk mögött ezeket a kis csenevész bokrokat, Jodáék barlangját és az összes többi sivatagban megtalálható élőlényt. A Kia Sportage belső csodáit fogjuk most elemezni. Elsőként ugye a kormánykerék, amely a maga egyszerűségében és recézettségében férfias kezet kíván, de nagyon jó markolatú, nagyon jó fogható. Az egyszerű műszerfal senkit nem téveszt meg, egy egyszerű fordulatszámmérő, sebességmérő, a hűtővíz hőfokát mérő műszer, illetve az üzemanyag tartály szintjelzője. Ezen kívül sokak számára bizonyára meghökkentő ez a kis ajtó, vajon mit rejthet? Nagyon egyszerű, megnyomjuk és mindjárt meg fogjuk tudni. Hát elmondom, semmit nem rejt az ég egyatta világon, ugyanis a Kia Sportage típusánál egyénenként választható hifi berendezések nagyon széles sokasága található. Ez az egyszerű spártai megoldás arra is jó, hogy tulajdonképpen nem lesznek irigyeink, nem fogják azt mondani, hogy ennyi, milyen hifi van ebbe az autóba. Tulajdonképpen itt a Kia arra gondolt, hogy nem rak hifit ebbe az autóba, élvezzék igazán, a motorhangot élvezzék. Ezen kívül a belső felszereltségek mellett említeném a sztereó olvasólámpát, ugye itt a jobb, itt pedig a bal csatorna, sztereó olvasólámpa. A másik pedig a pipere tükör, amelyik mind a két oldalon megtalálható egy fedővel. Sokak számára, sok kétkedő számára, illetve sok olyan ember számára, akik esetleg szőrszál hasogatók, felmerül az a tény, hogy miért nincs belső világítás a tükör mellett. A Kia erre is gondolt, ugyanis minden Kia típushoz adnak egy öngyújtót, és már is itt a tükör belső világítása. Remek! Egyebek között említeném az autóban a biztonsági felszerelések között az autó oldallégzsákjait, függönylégzsákokat, és számomra nélkülözhetetlen, de szerintem az autóvezetők számára is nélkülözhetetlen, dupla első légzsákokat. Ezek a legjobbak. Nem csak, hogy biztonságot adnak, hanem eleve felvidítják az ember vezetési stílusát, megoldják a hétköznapi gondjait, és egyszerűen el a stresszel, és kész. Az autó egyéb extrai között említeném a beépített mosogatógépet, esetleg családi piknikekhez, a beakasztható mosogatógép tetőt, és elfelejtettem még említeni, hogy a gázüzemi autókhoz adnak gázgyújtót is. Mai adásunkban a Kia Sportage típusát látták. Remélem, hogy elégedettek voltak az eredménnyel. Próbálják ki önök is. Én azt hiszem, hogy ennél remekebb árértékarányú autóval nem fognak találkozni. 6,5 millióért ezek az élmények, amiket ez a terepjáró nyújt, csodálatosak. Menjenek le a Kia kereskedőhöz, teszteljék le önök is ezt az autót, vásárolják meg és használják egészséggel. Viszontlátásra, az erről legyen önökkel.